Már harmadik éve közlekedhetnek négy sávon a Szegfű utcán Nyíregyházán. Ez a beruházás is a most lezárt gazdaság ösztönző közlekedés fejlesztési projektnek köszönhető. A komplex fejlesztésnek köszönhetően megújult több örökösföldi szakasz is, így például a Szalag utcát követően a Törzs és a Szemmelweis utcák is. Új burkolatot kaptak az említett utak, valamint átépítették a buszöblöket és kialakították a hiányzó járdaszakaszokat is. Összesen 5 km útpálya, valamint 356 méter kerékpárút is megújult a megyeszékhelyen. Erre 100%-os támogatást nyert az önkormányzat egy Európai Uniós pályázaton. Az elmúlt időszakban a Lujza utca burkolatát is felújították a Tünde utcai csomópontig. A Lujza utca felújítása során a burkolat megerősítésére került sor. Ezzel párhuzamosan, mivel a burkolat vastagsága és a pályaszint egy picit emelkedett, a szegélyek átépítése történt, meg párhuzamos parkolókat alakítottunk ki, a merőleges parkolók felújítása történt meg, a burkolat 7,5 méterre történő bővítésével egy kerékpáros létesítményt sikerült kialakítani, amely a kerékpárosok biztonságos közlekedését teremti meg, és ezen kerékpáros létesítmény meg már a későbbiekben megvalósult kerékpáros projektünkhöz mind a két oldalon, a Lujza utca két végén, a Kálói úton is és a Tünde utca csatlakozásában is becsatlakozik a közel 8 km hosszon megépített kerékpáros létesítményünkben. Amíg 2016-ban elkezdődött és most lezárt beruházásokkal nem ért véget a nyíregyházi közlekedésfejlesztés. A városüzemeltetési osztálynak további tervei vannak itt a Tünde utca környékén is. Tervezett fejlesztésként szerepel a Tünde utca és a Kálói út csatlakozásában egy körforgalmi csomópont kiépítése. Itt a környező település részen még esetleg, ami szóba jöhet, hogy tervezzük különböző lakóutcák kiépítését is Borbányán. Ezeknek a tervezési előkészítésében vannak folyamatban. Szintén ebben a projektben sikerült megújítani a Botján János utca, Szirom utca és Dália utca közötti szakaszokat. Korszerűsítették a főpályát, útszélesítés történt a Huszár telep és a Derkovics utca között, valamint a Derkovics és Szirom utca között parkoló és járda építés és átépítés zajlott, a meglévő buszöblökön túl pedig az útpályát keresztező vasúti iparvágány is átépült.